kaptam azt messziről, mint egy mennyei igaz, egy lángot, amely forradt és összefügg. Én jártam Vesztan elő templomával, az örök égő lángot ott találtam, s a lelkem lett a fehér Vesztan. Fölindulás volt, megindult a hegy, és eltemette a kis templomot. De a lángot nem írt eltemetni. Én égve leltem azt. S hozzá imádkoztam, s benne hittem, s mint a lovag a szentsírról a gyertyát. Én égve hazavittem. Azóta szívem mélyén ég, ragyog. A vihar fújta, széblengette rám, és el nem volták semmi viharok. Egy lángot adok. Ápol, add tovább. Illaggal álmodik az éjszaka, sügyércvénnyel álmodik a láb, s örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápol, add tovább, és gondos szívem. Ezzel a felelősséggel tartottok iskolátok, osztályfőnököt,
tekintő szülők, és nem utolsó sorban saját jövőbeli sorsanak iránt. Abban a tudatban kell tanulnatok, hogy ennek a hazának, városnak csak is kiművelt szőkre és dolgos kezekre van szüksége a jövőben. Tisztesség, becsület, feltétlen hűség a hazához, ezek voltak, és ezek lesznek a jövőben is az iskola nevelő munkájának vezérelvei. Ezek szellemében kérem, hogy raktározzátok rejtettekbe tudatotokban mindazon pozitív értékeket, amelyeket nevelőitek a legjobb szándékkal igyekeztek számotokra közvetíteni. Valamennyi nevelő nevében ígérhetem, hogy a hátralévő hetekben, hónapokban segíteni fogunk benneteket munkátokban, felkészülésetekben. Kedves lányok és fiúk, nagyon jól tudom, hogy a mai ünnepély tanuló, szülő és nevelő közös ünnepe. De úgy gondolom, elsősorban a ti ünnepetek. Kívánom tehát, hogy a mai szalagavazó ünnepélyetek életre szóló élmény maradjon számotokra. Ennek sikeréért ezt is tudnotok kell, olyan sokan és olyan sokat tettek, hogy ez igazán szépen sikeréjön számotokra. Kérem, fogadjátok szeretettel, őrizzétek, érezzétek osztályfőnökötök, nevelőjétek szeretetét és segítő szándékát. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és köszöntelek ilyen szeretetteket.
vendégeim, kedves diáktársak! A mai ünnep úgy vélem sokféle érzést vált ki mindannyiunkból. A felnőtté válás öröme keveredik bennünk egy kis szorongással és szomorúsággal, hisz már csak rövid ideig lehetünk középiskolás diákok. A szalag, melyet mostantól viselni fogunk, jelzi azt, hogy itt töltött tanulmányaink időszaka hamarosan lezárul. Ilyenkor elgondolkodva iskolánk több évszázados történetén, óhatatlanul megérezzük azt, hogy a mi töltött éveink rendkívül kicsin részt alkotnak a nagy egészhez képest, és azt is, hogy a mi távozásunk is csak egy évenként megismétlődő esemény, és talán csak számunkra egyszerű és sorsdöntő. Az itt töltött négy év lehetőséget adott valamennyiünknek képességei továbbfejlesztésére, kiformálására, életre szóló barátságokat szült, valamennyiünknek értékes tapasztalatokkal, sikerekkel szolgált. Ugyanakkor rengeteg közös, osztálytársakkal együtt megért élményt nyújtott ez az időszak. Ezek az élmények biztosítják azt a közös nyelvet, amely összetéveszthetetlenül megkülönböztet minket az összes többi korosztálytól, és a most feltűzendő szalag ennek is kifejeződése látható jelen. A szalag ugyanakkor figyelmeztetés is. A következő hónapok különösen értékesek számunkra. Nagy jelentőséggel bírnak az érettségi és felvételi vizsgára való felkészülésben az iskolától való méltó búcsú. Ezen szép ünnepen szeretném megköszönni tanárainknak eddigi munkáját, és kérjük, segítsenek továbbra is a felkészülésben. Reméljük, emlékezetük csak a szépet és jót őrzi meg rólunk, nem pedig az okozott hosszúságokat. És hadd köszönjem meg szüleinknek is áldozatvállalásukat, fáradozásukat, 18 éven át bennünket óvó szeretetüket. Végezetül valamennyi osztály és osztályfőnök nevében engedélyt kérek igazgató úrtól a szalag felkészülésére.
ahogy oda kerültek az életébe. Kis jelenésük volt benne, aztán eltűntek a színről. Minden életnek megvannak a maga bőség és statisztály. Nem adatunk meg nekünk, hogy felismerjük igazi szeretőért a játékban. Aki hősnek hiszünk, gyakran csak statiszta. Volt egyszer egy ember, akit mondjuk postertnek hívtak. A háború előtt gimnáziumba járt, sőt, klasszikus gimnáziumba. Azt hitte ugyanis, hogy az élet értelme az a bizonyos közismert kárt egyen. Második közmondása nem emlékezett, de minden napból annyit hozott ki, amennyit csak tudott. Könnyedén és szertelenül szórakozott pár számával. Kedvenc mulatsága az volt, hogy ismeretlen embereket hívott el telefonon, hogy nem tudták őket. A posta ellenőrző szervezén mutatkozott be, és a tapasztalatlan öreg nénikéket, akik egyedül voltak otthon, felszólította, hogy keresenek valahol egy szorszagot, és mérjék meg a telefonzsidóját a készülékből a falig. Ha rossz napja volt, akkor a temetkezési vállalat nevében jelentkezett. És annak, aki a hallgatót felvette, bejelentette, hogy most küldi a faragott koporsót. Hát, én most indulok a koporsóval. 10 perc múlva ott leszünk. Legyen szíves, aki felvenni a halott téged, és bekezd szíveskedjék várni. Vagy elvettetlen. Szíveskedjék, honnan meg kell 7-kor magabájával együtt a Lövészigeten megjelenni. Mindketteiket beoldjuk. A mondás kötelező. Köszönöm. De legjobban az 553-as számot szeretne felhívni. A készülék birtokos a Kakas úrból, foglalkozására nézve, hogy akkor mondták magányzó. Minden kényelmen pontosan 15 órakor a következő beszélgetés zajlott le a hívott és hívó között. Tomakot kívánok! Jó napot! Kérem szépen! Jók úr, otthon van? Kérdezte minden alkalommal friss meglepetéssel a diák. Nincs kérem. Feledek kultúrálva a rövid hallgatás után. Szóval a gyukosnak nincs otthon. De lebátolj tegnap. Nem tudod. Feledek a nyugodt, szudvagias hallgat. Neked mi a tojás, diák uram? Utálom a tojást. Tudás, hogy téves a szám. Letette a hallgatót, és egész héten örült, hogy pénteken 15 órakor ismét felhívhatja Kakas urat, és Gyuk urat keresedi nála. És Kakas úr mindig előzékeny és szolgálatkész volt. Nem mondta, hogy te rohadt, neveletlen, fráter vagy, ami még rosszabb, idefigyelje a fiatal ember. Hallgatót is mindig finoman tett bele a beszélgetés után. A diák élt, tehát öregedett. Sikerrel abszolválta a kuvertást, az érettségét, és végül az egyetemre való felvételt is. Minden nap ott változott. Hangja a tenbarikonnál állapodott meg, és határozottan jellemes volt. A világ pedig, amely ismeretlen céljai felé haladtában bele is számolt, egy darabban túllépett független fejlődésének pályáján. Feludottak rá az első bombák. Ez Lengyelországban történt. Aztán jött az 1939. november 17-i tömeges diákkivészés. Ez Prágában történt. És Kakas úr pénteken 15 órakor hiába várt a hívás. Röviden koncentrációs táborban nem lehet telefonálni. Így hát a nevezett fiatalán aztán megszólalt. Hát te élsz, te csibész, egy igazán nagyszerű. Élek, Kakas úr, mondta a boldiát, és abban a pillanatban megérezte, hogy a testvére valóban visszatérött élet. A szíve gyorsabban kezdett dobogni, és az örömtől összeszorult a torka. Hallotta, hogy énekel az élet. A gyukosra megint nem bőttek a... De bizony dojt, mondta öregesen Kakas úr. Dojt a kis dög, szép fehér tojást dojt. Jöjjön el csibész, megköszön magának. És tulajdonképpen ez minden. Valaki tudja. Jaj!
kívánunk, hogy áthajtott, elkiterülsítettek, hogy valamit a vágyat. Szeretettel megtaláltam benneteket a szülőnök közössége nevében, a szóba termékrásra után szeretettel várni benneteket az iskolában.